nek a termékét szereli össze az, aki eladja. Na most bármi probléma történik a szerződés teljesítésével, a legritkább esetben az utolsó láncemben keletkezik a gond, hanem a mögötte levő termelési folyamatban jelentkezik. A kérdés az, hogy ezt a jog hogyan kezeli, amikor csak a vevő és a összeszerelő eladó van jogi kapcsolatban. Na most ez az egész modern gazdasági életre jellemző, ez nem magyar specialitás volt, úgyhogy ez a téma napirenden volt a különböző országoknak a jogába, és erre különböző megoldásokat kerestek, meglehetősen eltérő szemlélettel, tehát adódott, hogy különböző országoknak a megoldásait nézzem összehasonlító jogi alapon. És hát természetesen egy erős gazdasági szemlélettel. Most, hogy nekem ez a fajta érdeklődés miként jelentkezett, abban az időszakban kezdték csinálni, vagy legalábbis én akkor észleltem, korábban nem ilyennel foglalkoztam, az ágazati kapcsolatok mérlegét. Ez a, ma már lehet, hogy nem ismer, az országos tervhivatal ezzel foglalkozott, már akkor számítógépes rendszerrel, és hát engem azért érdekelt, mert ugye az, hogy egy termelési folyamat hogy jut el egy végtermékhez, és kerül szerződéses teljesítésre, ahhoz azt kellett látni, hogy honnan jönnek a megfelelő alapanyagok, félkész termékek ahhoz, hogy a végső termék összeállhasson. De ezt nem egyszerűen csak egy-egy szerződésnél volt érdemes megnézni, hanem akkor már népgazdasági méretekben, és ehhez azt kellett látni, hogy hogyan is bonyolódnak a gazdasági kapcsolatok. Most ez kétségtelen, hogy jogászoknál nem a szokásos megközelítés volt. És így emlékszem nagyon jól, hogy az intézetben ilyen statisztikai táblázatok voltak, és Hörsi jött, megállt mögöttem, és nézte, hogy mivel foglalkozom. Furcsát a dolgot. Hát meglehetősen furcsát, de hadd mondjam, hogy Hörsinek én a pályám során sok mindenben hálás vagyok, nagyon sokat segített nekem. A segítségének egy nagyon lényeges eleme volt, ezt mindig is úgy éreztem, hogy hagyott dolgozni, amit akartam. Tehát nem szólt vele. Azt mondta, gondolom magába, hogy majd kinövi. Tehát az... De voltak ilyen megrendelések, ugye a ágazati minisztériális megrendelések. Az akkor még nem volt jellemző. Tehát rögtön vissza fogok térni erre a témára, csak lezárni, hogy kezdettől fogva tehát ott egy erős érdeklődés külföldi megoldások iránt, római jogot nem, alapvetően nem magyarul lehet kutatni, ehhez nem csak latin kellett, hanem német-angol. És ezen kívül történeti, gazdaságtörténeti és gazdasági összefüggések, ezek tulajdonképpen negyedéves koromban adottak, és azóta nem tudtam megváltozni. Most, ha szabad lenne, hadd kapcsolódjak a korábbi jogfejlődési elemekhez, a II. Világháború utáni eseményekhez, hogy én hogy értelmezem egy polgári jog által fertőzött gondolkozási móddal. Nyilván egy közjogász másképp közelít sok mindenhez. És lehet, hogy szakmai elfogultság, de úgy gondolom, hogy aki társadalomtudománnyal foglalkozik, annak nem fölösleges tudni arról, hogy
a jobban mi hogyan tükröződött, hogyan jelent meg. Az egyik ilyen kérdés az visszavezet a II. Világháború időszakára. Itt, ahogy láttam korábbi előadásoknál is fölmerült, hogy aki ilyen öreg már, mint én, az élt a II. Világháború idején is. Én 37-ben születtem, tehát 45-ben 8 éves voltam, és születésem után édesapám Nagyváradon volt bíró, és amikor jöttek az orosz csapatok 44 végén, akkor magyar közigazgatás elment, és édesapám a Budapesten a kurián kapott állást. Úgyhogy elég szerencsénk volt ahhoz, hogy Budapest ostromát azt itt a pincébe élvezzük. Úgyhogy én nekem nagyon határozott emlékeim vannak, hogy a szénnek a tetején, a pincébe, hogy töltöttük a napjainkat. És azért hadd mondjam el, bármilyen módon talán nyilvánosságra kerül, hogy a magyar adott időszaknak szerintem az egyik csodája volt, hogy a több hetes budapesti ostrom alatt a közművek végig kifogástalanul működtek, ami szerintem egy csoda. Hogy a háború ott zajlik, bombáznak, lőnek, csapatok ide-oda vonulnak, gáz, villany, víz működött. Most enélkül a lakosság borzasztó helyzetbe lett volna, hát hogyha nincs víz, nem, hogy az utcáról utcára való haladásnak, tehát nem, persze volt bombázás, de valóban kézi. Volt bombázás, hát nekem emlékeim közé tartozik, hogy gyújtóbombát dobtak le az utcába, és lehúzott redőnyön keresztül, hogy világított át a gyújtóbomba fénye, szóval vannak az embernek emlékei. Ez helyileg hol volt egyébként? Városligettől nem messze, úgyhogy Pestnek azon a részén. Na, tehát Budapesten voltam, aztán nem az élettörténettel akarok tovább menni, hanem valószínűleg azok, akik, az a társadalom túlnyomó többsége, aki nem élte végig a világháborút, a fiatalabb nemzedéknek a tagjai nem érzékelik azt, hogy nagyon sok minden tudat alatt a második világháborús időszakkal szoros összefüggésben van. Most egyetlen elemet kezdetnek hadd mondjak. Tessék elgondolni, hogy a második világháború, mint minden háború, mivel jár, férfiak elmennek katonának. Most függetlenül attól, hogy milyen volt a háború előtti berendezkedés, hogy a nők szerepét hogy képzelték, hogy otthon háztartás és gyerek. Nincs kereset. Tehát az asszony kell, hogy nem csak a gyereket gondozza, hanem kereső foglalkozás legyen, meg éhen halnak. Tehát egy teljesen megváltozott szerepbe kerülnek, és ez nem 5 perc. Hát mennyi ideig tartott az, hogy most Magyarországra koncentráljunk, de hát ez egész Európára, az egész világra kiterjedt a második világháborúba. Egyébként társadalom családszociológiai könyvekbe olvastam ennek utána. A háború többek között azzal a következménnyel járt, hogy a családképe megváltozik. A nőknek a szerepe teljesen megváltozik, a nőknek és a gyerekeknek a kapcsolata megváltozik, és a férfinek a családon belül betöltött szerepe. Na most ezt tudomásul kell venni. Ennek a jogi tükröződése, ezek sokszor
száraz szövegek, amik mögött, hogyha az ember nem látja a társadalmi eseményeket, akkor nem nagyon tudja, hogy mit csináljon vele. Tehát, hogyha valaki megnézi azt, hogy... De azért mégis másképp reagált rá a nyugati társadalom, mint a Kelet-Európa. Egész Nyugat-Európába szétszilálódott a családi ez ilyen értelemben igaz, de a női munkaerő, mint olyan... Kétségtelen hamarabb megjelent. Tehát igen. Magyarországon késéssel valósult meg mindez, de 45 után hirtelen lépni kellett. Tehát egy 38-as Nagy Szladics sorozatban megjelent családjogi könyvben azt találja, hogy házasságon kívül született gyermek jogszabály alapján törvénytelen gyerek, nincs köze az apához. Nem örököl utána, bírói gyakorlat esetleg próbál ezen finomítani, de szabály szerint, aki házasságon kívül született, az apa családjával semmi kapcsolatban nincsen. Most lehet azt mondani, hogy ez egy elmaradt társadalmi felfogás. Ez volt. Ezen kívül az, hogy milyen családot képzelt el, tükrözött a jog 1944-ig, ebbe beletartozott az is, hogy milyen vagyonjogi rendszer volt férfi és nő között. Tehát borzasztó érdekes mai szemmel elővenni ezt a 38-ban vagy 39-ben megjelent könyvet, még nincs 100 éve. És azt mondja, hogy tipikus az, hogy és akkor megint kérdés, hogy milyen vagyonban gondolkozik, mert mindig központban az ingatlan, a föld volt. Hogy a férfinak van vagyona, a nő hoz magával vagyont, megtartja külön, csak legfeljebb megkéri a férjét, hogy gondozza. Erről persze ettől eltérések vannak, attól függőleg, hogy milyen foglalkozás, meg hol, mert akkor lehet a közszerzemény, a közös vagyon a főszabály. De azért egy mai olvasónak elég megdöbbentő azzal szembesülni, hogy az, hogy közszerzemény, az szinte kivételes megoldásnak tekinti. Most, ha egy picit tovább lépünk, évekig az asszony egyedül van. Nem normális. Azért vannak férfiak otthon. Meg ezen kívül jönnek a katonák. Tehát most már nem egészen különleges helyzet az, hogy az asszony dolgozik, az asszony van középpontban a családban, hogy az asszonynak házasságon kívül kapcsolata van, hogy az asszony terhes lesz nem a férjétől, mert a férje vagy él, vagy nem él, Isten tudja hol. Tehát második világháború végén van egy sor olyan kérdés, hogy most tulajdonképpen ki kicsodának a mie, a család, a házassági kapcsolatok hogyan alakulnak, vannak gyerekek, akiknek az anyja legalább biztos, ha az apja biztos, akkor az nem a férj. És ezen kívül pedig sajnos a háború azzal is jár, hogy nagyon sok olyan gyerek van, akinek se anyja, se apja. Ez a valahol Európában. Úgyhogy 44-45-ös első törvények között szerepel az, hogy megszüntetik a törvénytelen gyerek korábbi jogállását. Hogy gondoskodni kell arról, hogy rendezzék a házasságoknak a helyzetét, ha másképp nem, akkor
valamiféle új vállási szabályokat határozzanak meg 45-ös törvények. Hogy külön törvény szülessen arról, hogy a család nélkül kallódó gyerekeket családba lehessen fogadni. Tehát én azért emelném ki, mert ez egy borzasztó fontos társadalmi jelenség, és egész Európára jellemző, hogy a 20. század elejé családi viszonyok, azok a II. Világháború után nem maradtak fenn sehol, hanem valami más megoldásokat kellett keresni, és ez aztán tovább a helyzet fokozódik, amihez jöttek további elemek. Tehát ez egy sima polgári jogi változás, azt hiszem 3 törvény, de mögötte egy hallatlan nagy társadalmi átalakulás jelentkezik, aminek aztán 2-3 évvel később mellékesen már nem is tudom milyen szintű jogszabály a kiegészítője, előírják központilag, hogy minden olyan orvos, aki találkozik nemű betegséggel, az köteles központban jelentkezni. Ez a 30, ez a Lex Venelis volt még, tehát ez egy 39-es törvény volt még szerintem. Ez lehet, hogy előzménye volt. Igen. 50-es évek elején a minisztertanácsi rendelet, vagy valami ehhez hasonló, amelyik ezt előhozza, közismert, hogy a nemi betegségek azok bizony a II. Világháború vége után tömegesen jelentkeztek, tehát ez már nem is polgári jogi, ez közigazgatási természetű szabály. Ilyenek be a társadalmi jelenségeket tükrözi a jogi megoldás. Tehát a család területén azonnali beavatkozás kellett, és az egyik első törvény a hagyományos polgári jog területén, a családjogi törvénynek 52-es megjelenése, amely egy új rendet teremtett a családi viszonyok körébe. Válásszabályai a házastársak közötti vagyoni kérdések, hogy hogyan alakulnak. Tehát ez mind nagyon szorosan a háború következményeivel összefüggött, és aztán az 50-es iparfejlesztéssel szigorúan. Két szempontból nagyon érdekes, amit mondasz. Az egyik, hogy és a szorosabb témákra, tehát ha úgy tetszik, a tudomány és vagy a társadalmi tudományok és a tényleges, hát hogy mondjam, jogfejlődés kapcsolatára nézve, nekem van egy olyan benyomásom, hogy magát azt a jelenséget, hogy a házasság, az együttélés, a szexualitás, stb. Változóban van, ezt a tudomány a Horthy korszakban is megkonstatálta, de valamilyen módon, és erre mindjárt mondok egy-két példát, az államigazgatás, a kormányzat, a politika erről kvázi hallgatni akar. Tehát például a legérdekesebb ilyen példám, hogy ha az ember megnézi a 1930-as népszámlálásnak az eredeti kéziratos elsődleges tábláit, tehát amiből a kiadványok születtek, akkor lehet látni, hogy egyre több családi állapot van. Tehát nem annyi családi állapot van, mint a kiadványban, hanem már ott van az együttélés. Tehát már fölvették, már konstatálták, hogy létezik együttélés, amit egyébként a Fővárosi Statisztikai Hivatal az nyilvánosságra is hozott, konkubinátus címen, abban a reményben, hogy hát, ha nem mindenki érti, vagy nem tudom miért. Tehát nem együttélésként, vagy nem vadházasságként, ugye már még ezt a fogalmat is használták. De mondom, a 30-as népszámlálásban megcsinálták, tehát nyomdakész állapotig elvitték, az utolsó pillanatban eltűntek az együtt élők. Nyilván, mert ez nem fért bele abba az önképbe, amit a
kormányzat kíváncsugan. Most a másik dolog, ami nagyon érdekes, és a második, azt hittem, amikor a témáidból kiindulva, vagy egyik általam ismert témáidból kiindulva, azt hittem, hogy arra a világháborús fejleményre utalsz, hogy milyen erősek a tervgazdaságnak az előzményei, tehát a jócsekrendszer, a győri program utáni ipari szabályozás. Tehát, hogy itt van egy olyan komoly előzménye a tervgazdaságnak, a irányított gazdaságnak az intézmény rendszerében, és még csak nem is feltétlenül ennek a totalitárius hagyományok miatt, hiszen Csehszlovákiában is ugye komoly irányított gazdasági előzmények vannak. Tehát igazából, hogy most egy a kutatásra vonatkozó kérdést tegyek fel, hogy a 60-as években az mennyire volt támogatott gondolat, hogy ilyen úgymond hivatalosan vagy képét tekintve teljes szocialista újdonságoknak az ember gyökereit, vagy nem kelet-európai, magyarán nem szovjet mintáit és egyebeket megtalálja, vagy megkeresse. Mennyire volt ez támogató, mennyire kérte akár Őrsi, akár más, ez egy nagyon erős csapat volt, az, ha jól tudom, ez az Őrsi osztály, így a Sárközi, meg a Vörös Imre, meg... Igen. Semennyire. Semennyire. De hát igazából, hogyha az ember elkezdett egy kicsit utána nézni, az egyáltalán nem volt újdonság. Hát a hagyományos szép polgári jog a 19. század végig